Negyed éven zárás! Fifi, nem foglak minden videóba bevenni az elébe, hogyha bejelentesz, hogy mit fogok csinálni. Sziasztok! Zsófi megkért arra, hogy most ne mondjam el előre, hogy mit fogok csinálni. Úgyhogy ne mondjátok el senkinek. Szóval, ahogy a Fifitől megtudhattátok, a második negyedéves zárásomat fogom most prezentálni. Adatokkal, diagramokkal, úgy, ahogy eddig. Az áprilistól júniusig terjedő időszakban 21 könyvet sikerült elolvasnom, teljesen egyenlő eloszlásban, tehát mindhárom hónapban 7-7 könyvet, ami a szerencse számom, tehát csak jó lehet. Most nem olvastam egy szerzőtől több könyvet, úgyhogy 21 szerző munkásságával foglalkoztam ebben az időszakban. Az előző ilyen jellegű videóban, amit megtaláltak az íbetűben, nagyon büszkén prezentáltam, hogy 2 sorozatot is sikerült befejeznem. Nos, ez ebben a negyedében kerekérték. Egyetlen egy sorozattal foglalkoztam egyedül, amit így folytattam, és nem most kezdtem el, és annak se jutottam még a végére, de remélem, hogy idén be tudom szuszakolni. A szumma oldalszámom 7762, aminek már egy kicsit normálisabb az eloszlása, mint az előző hónapban, és az átlag oldalszám 369 oldal, ami jó, szépen megyünk fölfele. Nem garantálom, hogy ezt fogom tartani a következő negyedében is, így a július első részének ismeretében, de majd elválik. A beszélzett közönség is közeledik ahhoz a megszokott átlaghoz, mint amit általában képviselek, viszont annak ellenére, hogy ebben a negyedévben tartottam a Young Adult júniust, azaz amikor egy hónapot dedikáltam annak, hogy ifjúsági könyveket olvasok, azon kívül nem nagyon, még itt sem éri el azt az átlagot, az ifjúsági, illetve gyermekifjúsági átlag, amihez szokva vagyok, úgy általában a könyvek negyedét fedi le, amit még most sem ér el. Ebből és az előző negyedéves adatból azt tudom kiolvasni, hogy egyre inkább hagyom mögött az ifjúsági irodalmat, ami tekintve, hogy bőven benne vagyok a felnőtt éveimben, nem annyira lep meg, de azért még így is szeretném tartani a kereső fázist, hogy az izgalmas új címeket felleljem. A 21 könyvből 2 képregényt olvastam el ebben az időszakból, és egy drámát, for some reason, a maradék 18 könyv regény volt. A zsenel elemzést múltkor kihagytuk, most nem. Ami nem lett meg ezen, hogy a contemporary vezet, tekintve, hogy kb. Összekötöttem a Young Adult júniussal, ahol szintén, ahogy az egyiket felhúztam, úgy a másikat is, mert a Young Adult Contemporary egy nagyon kedvelt zsánerkombom. Ami kimagasló ezen az ábrán, az az 5 elolvasott szép irodalmi alkotás, amit nincs az az Isten, hogy tartani fogok, mert alapjában véve nem tendálok a szép irodalom felé, sokkal jobban szeretem a szórakoztató / zsáner irodalmat, úgyhogy ez egy kiugró érték lesz, amit nem hiszem, hogy tartani fogok. Amit még mindig hiányolok erről az ábráról, hogy nincsen rajta se krimi, se thriller, tehát egy cikkely hiányzik innen. Reméljük, hogy megkerül. A csillagozásom átlaga 3.73, ami pontosan tizedesre ugyanaz, mint az előző negyedében. Viszont most már sikerült találnom egy olyan könyvet, amit másfél csillag, illetve az alá pontoztam, ami nagyon szomorú, mert az első negyedév ilyennel nem büszkélkedhetett, úgymond. Viszont találtam 3 csillagos könyvet is, mindkettővel, illetve mind a 4-gyel fogtok találkozni a 2021-es évvégi záró videóban a legjobb, illetve a legrosszabb könyvek között. A nyelvek eloszlása 3 angol, 18 magyar címmel, hozom a szokásos formámat, és bevallottan csak azért teszem be mindig ezt az ábrát ebbe a videótípusba, mert ez a diagram úgy néz ki, mint egy Pac-Man. A 18 magyar könyv 15 kiadóra esik, tehát megint sikerült tartani a kiadói sokszínűséget. 2 volt most a maximum, amit egy kiadótól olvastam. Így duplázott az Európa, a Gabó és a Nibri, illetve akiktől még olvastam, az a Magyar Elektronikus Könyvtár, Agave, Delta Vision, Metropolis Media, Partvonal, Telikum, Kossuth, Tarandus, Central Könyvek, Ad Astra,
Maxim, illetve Alexandra. Ebben a 21 könyvből 10 könyv volt, ami valamilyen szinten LMBT reprezentációt tartalmazott, aminek nagyon örülök. Nem garantálom, hogy fogom tudni tartani ezt a számot, de hogyha a felét sikerülne elérnem, annak már boldog lennék. A kiugró ok, hogy miért olvastam el ebben az időszakban egy könyvet, az végre valahára nem az olvasókör lett, hanem a téma. Ez az, amire szeretnék fókuszálni, hogy elsősorban a témája miatt olvasok el egy könyvet. Persze ebbe becsúszik az is, hogy valaminek nem is érdekel, hogy miről szól a könyv, mert a szerző mellett elkötelezett vagyok most már. Szeretném a kifejezetten olvasókoros olvasásokat egy picit minimalizálni. A szerzők nem szerinti eloszlásán látszik, hogy nem csekkolom mindig ezeket az adatokat, ugyanis, hogyha csekkolnám, akkor nem lennének a férfiak többségben. A 21 könyv 11 ország szerzőjétől származik, amitől nagyon boldog vagyok. 2 új országot tudtam fölvinni a 80 könyv alatt a Föld körül projektemre, ez pedig Irak és Pakisztán, illetve ebből kikövetkeztethetően az amerikai szerzőktől olvasott könyvem is bőven 50% alatt marad, amitől nagyon elégedett vagyok. Attól függően, hogy a szerzőktől olvastam-e már korábban vagy nem, 4 olyan könyv volt, ami már egy ismert, általam ismert szerző által lett írva, és a többi új volt. Itt érzem azt, hogy ez már egy túl magas arány, és sokkal jobban kéne fókuszálnom a régi kedvelt szerzőimre. Idelején tűztem ki bizonyos célokat, azokra is szeretnék most becsekkolni. 52 könyvet akarok elolvasni 2021-ben, heti egyet, mert ez tarthatónak minősül. Ebben a negyedében olvastam 21-et. Szumában ezáltal 38-nál vagyok, amivel úgy egyáltalán nem lesz gond. Amivel kicsit érzem, hogy gond lenne, hogyha nem tettem volna magamnak egy kiskaput, az az, hogy a várólistámról olvassam el ezt az 52 könyvet, ugyanis ebben a negyedében 14 könyvet olvastam csak, ami várólistás volt, és nem csak új random beesett időközben. Ez szumában az előző negyedéves értékkel 26-ra jön neki, ami pont a fele annak, amit meg akarok csinálni, viszont ezen felül már 8 könyvet letakarítottam a várólistámról, mert nem fogom őket elolvasni, és még szeretnék még, tehát itt is van összesen 34 az 52-ből, ami a tényleges jelenlegi állásom, úgyhogy itt is van helyen lélegezni, de hogyha nem tettem volna be magamnak ezt a kiskaput, akkor nagyon stresszelnék most ezen. Volt olyan célom is, hogy az olvasatlan magánkönyvtárom mennyiségét csökkentsem le valamennyire. Ebben a negyed évben 6 könyvet sikerült elolvasnom, ami már 2020-ban is rajta volt a polcomon. Összesen így az elmúlt 2 negyed évben 12 könyvet olvastam el, ami átnyitja azt a 10-et, amit kinéztem magam elé, úgyhogy van egy teljesített célom. Yes! Sőt, van 2 teljesített célom, ugyanis a következő cél, amit kinéztem, hogy olvassam el a hátra levő könyveket a 30 alatt 30 könyv projekthez. Erről készült külön videó, amit megtaláltok az e-betűben. A lényeg, hogy 5 könyvet kellett elolvastam rá ebben az időszakban, amit teljesítettem. Nem minden gond nélkül, de még egy projekt így már a hátam mögött van, amiből nagyon érdekes dolgokat tanultam, és nagyon érdekes könyveket találtam meg. Az előző ilyen jellegű videónak a negatív pontja volt, hogy volt egy projekt, amit egyáltalán nem kezdtem még el, ez pedig az angol TBR-om csökkentése. Nos, most már elmondhatom, hogy olvastam róla egy könyvet. Sokkal többet szerettem volna olvasni, sokkal több volt terben, de egy sikerült, több mint a nulla. Tekintsünk rá pozitívan, több mint a nulla. A Booktuber Speak projektem keretein belül 2 könyvre került most sor. Az egyik a Dracula volt, amit Nalina választott nekem, a másik pedig a Mielőtt a kávé kihűl, amit Szinti választott ki. Úgyhogy szumában 4 könyvnél járok a 14-ből. Ezt nem valószínű, hogy be fogom tudni fejezni az év végére, de próbálkozom vele. Az utolsó titkos projekttel is haladtam, egy könyvet olvastam el róla, úgyhogy már szumma 3/10-nél járok, ami szintén nagyon kevés, és nem tudom, hogy fogom befejezni, de meg fogom próbálni.
kitartóan próbálkozom. Szóval ezek lettek volna a második negyedéves adataim, számaim és diagramjaim. Kommentben hagyjátok lent, hogyha ti is szeretitek ezeket a típusú videókat, és hogy van-e valamilyen adat, amit szívesen látnátok ebbe még, ami nem szerepel momentán, hogy mivel tudom bővíteni, hogyha érdekel titeket. Köszönöm szépen, hogy végignéztetek, viszlát meg közelebb. Sziasztok!